szabványosítással foglalkozik Kovács Sárkány Hajnalka, a szolgáltatások szélesebb palettáját szeretné nyújtani a vásárlóinak. Visszatérő sikeres pályázó. Partnereink is részt vettek, akkor volt néhány nyertes pályázó, azokkal szépen lebonyolítottuk a folyamatot, és úgy látom, hogy az idén is szeretnének pályázni, hiszen látták ennek a pályázatnak a számos előnyeit, illetve a tanúsítványt is sikerrel tudták használni. A jelentkezési határidő a hónap vége, kivéve a földvásárlásra vonatkozó vissza nem térítendő támogatás, mert ez a kiírás október 31-ig van nyitva. Több újdonság is van az idén. A vissza nem térítendő összeg, ez 1,5 millió dinárra emelkedett, néhány kivétellel, tehát a házvásárlásnál maradt 1,2 millió dinár. Bővebben a területi irodákban és a prosperitati.rs honlapon informálódhatnak az érdeklődők, most a családok is előtérbe kerültek. Akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek háztartásukban, vagy esetlegesen egyetemista gyermek van a családban, aki nappali tagozaton folytatja tanulmányait, ők 10%-os önrészsel tudnak indulni a pályázatokon, tehát 90% vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. A második ciklussal a fél idejénél tartunk a gazdaságfejlesztési programnak, nyilatkozta a Pannon RTV-nek Pásztor Bálint, a VMS alelnöke, köztársasági parlamenti képviselője. Vannak tervek, vannak elképzelések, a vajdasági magyarság nagy része itthon képzeli el a boldogulását, a jövőjét. Az igaz, hogy sokan elmennek, de ezeknek a támogatásoknak köszönhetően is azt gondolom, hogy itthon maradtak sokan, akik esetleg fontolgatták azt, hogy külföldre távoznak, és én azt hiszem, hogy mindez a támogatási rendszer azt bizonyítja, hogy érdemes hazajönni is. Az eseményen a hétvégi szabadkai helyi közösségi választásokra való részvételre buzdított Horváth Tímea alpolgármester.